Kicsit félénken érkezett Zsófia a gyermekorvoshoz. Édesanyja azért hozta el a rendelőbe, hogy testvéréhez hasonlóan ő is megkapja a bárányhimlő elleni védőoltást. A saját szememmel láttam, hogy enyhébb tüneteket okozott így a bárányhimlő, úgyhogy abban reménykedem, hogy Zsófia megkapja mind a két oltást, és ő rajta már abszolút enyhe lefolyású lesz a betegség. Hazánkban évente mintegy 40 ezerre tehető a bárányhimlővel kapcsolatos megbetegedések száma. A szakembertől megtudtuk, hogy 10 éves korig a gyermekek többsége átesik ezen a vírusfertőzésen, azonban korosztálytól függetlenül bárkinél előfordulhat. Védőoltással azonban megelőzhető, vagy sokkal enyhébb lefolyású lehet. Ha szövődménymentesen zajlik, sem egy kellemes betegség, és elég elhúzódó, tehát a páciens is nem szenved, nem vakarózik, a szülő nem esik ki a munkából, és ha arra gondolunk, hogy esetleg mégis később valami masszív vadvírus támadással nem tud megküzdeni a szervezet, akkor meg azt gondoljuk, hogy szövődménymentes lesz. Egerben úgy gondolták, hogy minél több embernek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy kellően védett legyen. Éppen ezért minden olyan gyermek esetében, aki 2014. augusztus 1-e után Egerben született, és itt van a lakhelye is, az önkormányzat támogatást ad a vakcina megvásárlásához, amelynek beadása 16-18 hónapos korban ajánlott. Maga az oltás két részből áll, és 20 ezer forintba kerül, ebből a szülőt 5 ezer forint terhel. A feladat megoldásával, illetve az oltási program koordinálásával a házi orvos, a házi gyermekorvosokat, illetve a védőnői alapítványunkat bíztuk meg. Náluk kell jelezni az oltási szándékot, ahol korrekt felvilágosítást fognak kapni. Az önkormányzatnál bíznak benne, hogy minél több egri szülő él a mostani lehetőséggel.